mindenkinek. Én Bugarátor vagyok, már szerintem legtöbben ismernek, úgyhogy csapjunk bele. Voltak váltani? Jó, szóval mik is azok a kriptográfiai hashfüggvények? Itt olyan függvényekről beszélünk, amik tetszőleges bemenetről valami N fix hosszúságú kimenetet adnak, és azért kriptográfiailag biztonságosak ezek, mert ellenállnak bizonyos generikus támadásoknak, amiket felláttok a dián, a legtriviálisabb ezek közül a preimage, ami azt mondja, hogy van nekünk egy hash értékünk, és kell hozzá tudnunk generálni egy olyan üzenetet, amire, hogyha a hash függvényt alkalmazzuk, akkor az adott hash értéket kapjuk. Van a second preimage támadás, ami annyival bonyolítja meg ezt a történetet, hogy van egy ismert üzenetünk, amire tudjuk, hogy mi a hash értéke nyilvánvalóan, és ezt az üzenetet módosítgatva kell eljutnunk egy olyan másfajta üzenetig, ami ugyanazt a hash értéket adja, illetve van a collision, ami ütközés, magyarul szépen az első kettőre nem tudtam ilyen szép kifejezést használni. Itt meg azt mondjuk, hogy generáljunk tetszőleges két olyan üzenetet, ami egymástól különbözik, de mégis ugyanazt a hash értéket adja. Hol használjuk ezeket? Hát nyilván legtöbben jelszavakat szoktatok hash-en, meg én is ezt szoktam, de ugye elég gyakori használat, valamilyen fajta integritás ellenőrzés. Tipikusan például digitális tanúsítványokban mondjuk lásd HTTPS. Lássunk egy kis történelmet, hát ugye van az MD4, ami még úgy nagyjából manapság használatban van, nem tudom, hogy hányan tudtátok, hogyha régebbi fajta Windows tartományokban autentikáltok, akkor bizony MD4-et használtok, amire már 95 óta vannak collision támadások, de ezt a felhasználás szerencsére ez kevéssé érinti, ez egy más kérdés, hogy az NTLM protokollban vannak azért turpiságok, úgyhogy mostanában inkább Kerberos célszerű használni, és használnak is az újabb fajta Windowsok. Aztán mindenki nagy kedvence az MD5, amiben szintén már viszonylag régóta ismertek különböző elmélet és gyakorlat, és sajnos gyakorlati támadások is, hogy a Chaos Communication Congress-en tudtak már CIA-tanúsítványt hamisítani, gyakorlatilag Google nevében lehet aláírni websájtokat és a többi, illetve most egy nagyon új keletű incidens, hogy Microsoft Update tanúsítványokat sikerült hamisítani a Flame vírusnak. Itt nagyon valószínű, hogy valami kormány áll a háttérben, ugyanis egy olyan kutatási eredményt használtak, ami addig nem volt nyilvános, meg most se azt, tehát igazából nem tudják, hogy hogy csinálták ezt a dolgot. Aztán van a SHA-1, ez a Secure Hashing Algorithm, ami már egy NIST szabvány. Itt ilyen 269-en nagyságrendben van az a művelet igény, amivel collision-t lehet előidézni, ütközést lehet előidézni. Ez abból a szempontból egy teoretikus támadás, hogy igazából ezt a collision nagy valószínűséggel még nem lehet gyakorlatban alkalmazni, de ezt a művelet lépésszámot, ezt már valószínűleg egy komolyabb szervezet ezt meg tudná csinálni, vagy mondjuk egy elosztott botneten egy bűnözői csoport. Amit az NMHH Magyarországon ajánl, az a SHA-2, ami annak is a 256 bites változata, de beszéljünk a SHA-3-ról, mert kevés az idő. A SHA-3-at most októberben hirdették ki, annyi az érdekesség, hogy ez egy teljesen új algoritmus konstrukció, az előzőektől teljesen különböző, úgynevezett szivacs eljárással készül, és nem csak egy fix hosszúságú kimenetet tud előállítani, hanem tetszőleges, akár végtelen hosszúságú kimenetet. Ennek köszönhetően egyrészt teljesen új támadásokat kell konstruálni, hogyha valaki gonoszkodni akar vele, illetve más felhasználási területei is vannak ennek az algoritmusnak, lehet például kriptográfiailag biztonságos véletlenszámokat generálni vele, folyamtitkosításra lehet használni, stb. Illetve nagyon jól lehet hangolni a teljesítményt és a biztonságot. És az is nagyon fontos szempont, és ez a kiválasztásnál, a NIST-es kiválasztásnál is döntő volt, hogy hardwareben nagyon könnyű ezt implementálni, úgyhogy nagyon gyors SSL accelerátorokat lehet vele építeni. De a legtöbbeket szerintem az érdekli, hogy mi a helyzet a jelszótárolással. Ne SHA-3-at használjatok jelszótárolásra. Pontosan azért, mert ez gyors, tehát brute force támadásokat is nagyon gyorsan lehet implementálni. Helyette manapság az úgynevezett kulcsszármaztató függvényeket szoktuk ajánlani, mint például a bcrypt, illetve az scrypt. Ezeknek az a különleges tulajdonsága, hogy nagy számítás, illetve memóriaigénnyel rendelkeznek, tehát hogyha valaki nem egy töltsérfagyit szeretne venni, hanem 1 milliót, akkor az bizony drága lesz neki. Kérdések, és tegyétek föl, mert sajnos nekem el kell mennem ezután az előadás után, nem sokkal. És majd ismételd meg a kérdéseket. Jó.
az emberi agynak az egy másodperc az a reakcióideje, amitől egy szoftvert nem érez lassúnak. Tehát az egy másodperc egy biológiai hard limit. Létezhetne olyan jelszótárolási eljárás, vagy autentikációs eljárás, amiben, mert ugye a key distribution rendszer, ez alapvetően lassítás. Tehát arról szól, hogy brute force lassítjuk. Létezhetne olyan eljárás, amivel még mindig be tudjuk tartani ezt az egy másodpercet, mert nyilván lelassítom 3 másodpercre, akkor lassul a brute force. De létezhetne olyan megoldás, amitől nem érőzők minden egyes szoftvernek lassulnak a belépését, mégis biztonságos. Az volt a kérdés, nagyon leegyszerűsítve, hogy meg lehet azt oldani, hogy ne érezze a felhasználó lassúnak azt a rendszert, ami ilyen mondjuk KDF funkciókat használ. A helyzet az, hogy a felhasználó nem fogja ezeket a funkciókat lassúnak érezni, mivel ezek ilyen millisekundumos nagyságrendben futnak egy sima PC-n. Akkor kerül előtérbe a teljesítmény, hogyha mondjuk neked 100 000 SSL kapcsolatot kell lekezelned, vagy 100 000 autentikációt kell lekezelned mondjuk percenként. Ilyenkor hardwareben a szolgáltatónak be kell ruháznia, és igen, ez a hátránya a KDF-eknek, hogy ez pénzbe kerül, nagyobb lesz a hőtermelés, stb. De, mint mondtam, ezek is nagyon jól paraméterezhetők, tehát meg tudom mondani például scriptnél, hogy mekkora memóriát használjál. Minden szolgáltatónak el kell dönteni, hogy mennyit hajlandó erre áldozni, hogy ilyen módon tárolja mondjuk a jelszavakat. Következő kérdés? Van egy sztori az SH3-hoz? Tehát hogy jött az algoritmus? Mert azt mondtad, hogy teljesen más elven, mint az algoritmus, mint az előzőek. Van egy sztori a SH3 algoritmusához? Én nem ismerem a sztorit, megmondom őszintén, de a papert azt nagyon tudom ajánlani. Egy gyönyörű konstrukció az egész. Egy darab permutációs függvény a lelke az egész dolognak, és nagyon könnyen megérthető bizonyítások vannak rá, hogy ez miért működik és miért lesz jó. Nyilván ezt most 5 percben nem fogom kifejteni. Volna gyakorlati használ a SH3-nak, hogyha azt mondtad, hogy célhardware-re könnyen brute-forszolható? Ott, hogy ezt nem jelszótárolásra találták ki, hanem mondjuk HTTPS tanúsítványoknak az aláírására. És hogyha neked tanúsítványt kell ellenőrizned mondjuk nagyon sokat, akkor jobb, hogyha SH3-at használsz hardware-es gyorsítással, mint hogyha mondjuk ND5-öznél. Hát mondjuk MD5-öt az már eléggé régóta megy kifelé a használatból, de hát van egy csomó hash-függvény, amit szoktak használni, a SHA-256 meg ilyenek, és hát tudjuk, hogy nem ezek a gyenge pontjai a rendszernek. Tehát most már, tehát tehát mi a motiváció arra, hogy az ember SHA-3-ra kicserélje azt, amit éppen használ, mint azben hát általában nem ott van. Mi a motivációja a SH3-nak? Ez egy jó kérdés. Nem, a SH3-nak tudjuk, hogy mi a motivációja a egy éppen létező rendszerben arra, hogy kicseréljük a használt hash-függvényt. Mi a motivációja létező rendszerben kicserélni a hash-függvényt? Gyakorlatilag nincsen motivációja, hogyha most van egy SH256 alkalmazásban, és az neked megfelelő teljesítményt nyújt. Akkor ugye azt szokták mondani, hogy a támadások sosem lesznek rosszabbak. Akkor lesz igazi motiváció, hogyha majd valaki előáll egy olyan matematikai áttöréssel, ami után a SH256-ot mondjuk azt lehet mondani, hogy ez nem elég. És ilyenkor jó, hogyha van a tarsolyban egy olyan, amire az egészet át lehet állítani. Jó, akkor nem a SH256-ot, azt mondom, a SH3-at. Hello. Csak azt még mindig nem értem, hogy miért nem jó ez akkor jelszótárolásra? Ez tök jó jelszótárolásra, csak rohadt gyorsan lehet törni. Igen, brute force-olni. Tehát, hogyha én megszerzek egy SH3-as hash-t, akkor én nagyon jó célhardware tudok rá például építeni, de egy sima software implementáció is iszonyat gyorsan fut. Tehát mondjuk nem biztos, hogy a 10 karakteres jelszó az megfelelő védelem lesz már, mert egyszerűen nagyon gyorsan lehet mondjuk hardware-ben implementálni, hogy több lehetőséget próbáljunk ki egyszerűen másodpercenként. Az a szervertől nem lokál próbálok ki, hanem... Offline törésről beszélünk. Csak egy megjegyzés, tehát az sose baj egyébként, ha túl gyors egy hash-függvény, mert lassítani mindig lehet azzal, hogy megiterálod ezerszer. Tehát az, hogy lassú egy hash-függvény, gyors egy hash-függvény, az sose hiba.
Tehát abból baj sosincs. Abból van baj, hogy elassuk. Igen, csak egyszerűen nem, tehát nem az a jó választás a tudomány mai állása szerint, hogyha most SA3-mal kezdesz el bűvészkedni, mikor vannak rá sokkal jobb erre a célra tervezett alternatíve. Köszönöm a figyelmet!